Sziasztok! Budapest New Technology Meetup 8 évét szeretnénk egy picit bemutatni, illetve az, hogy hova is jutottunk el ez alatt a 8 év alatt. És mindezt objektíven. Igen, szeretnénk számokkal megmutatni, hogy milyen nagy lett a New Technology Meetup. Egyértelműen nagyobbak lettünk Visegrádnál. Sőt, főleg, igen. Sőt, nem csak, hogy nagyobbak lettünk Visegrádnál, de sokkal sűrűbben vagyunk. Mint látjátok, tényleg nagyságrendekkel. Vannak még viszont olyan pontok, amiben utal kell érnünk Visegrádot, ez a következő évnek a célja. Szóval talán 2015-ben, így a nyári szünetben rendezünk egy palotajátékot. Van egy csomó olyan állam, amivel már öregebbek vagyunk. Ez nem olyan nagy teljesítmény. Dél-Szudán tényleg 3,5 éve létezik. És bizonyos tekintetben sikeresebbek vagyunk, mint a Minden Tudás Egyetemen, mert sokkal több előadásunk van. Sokkal olcsóbban. És hát az a helyzet, hogy... Ezt a Robi nem érti igazából, hogyha mi tagoknak az összesített IQ pontját veszük, az magasabb, mint a Magyar Tudományos Akadóma összesített IQ pontja. És megint csak sokkal olcsóbban csináljuk ezt, a bal oldalon látható majd a mi költségvetésünk, és a jobb oldalon láthat az MTI a költségvetése. Én is szerettem volna még így. De hogy azért az 8 év alatt egy gyerek igazándiból megtanul írni, olvasni, szorozni, kitámasztó nélkül bringázni, mondjuk. Mi meg megtanulunk 3D nyomtatni, programozni, fémet habosítani, nagysebességű nyomtatni, gondolatolvasni, sőt, még lézerrel vágni, vagy hát akár egy kombinót is el lehetett volna vágni a lézerrel, amit a múltkor hozott egy kedves előadónk. Két teremben vetíteni. Ja igen, és ez a mai estének egy ilyen csodálatos dolga, 8 év alatt, egyébként ez nem igaz, mert az elején még annó a Nefelejts utcában ott volt olyan, hogy volt két projektor, de azóta egyik szülinapon nem sikerült ezt összehozni. Nagyon sokat küzdöttünk vele, és mindig valami közbe jött. Most lehet. Mind a két projektor működik, szerintem. Igen, és hogyha mindenki egyszerre tartana meetupot McDonald's-ba, akkor nem férnénk el. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen főleg az Anikónak, meg a Keltnek, akik nagyon aktívak voltak ebben az évben a meetup szervezésben. És atyának is, aki meg végigkamerázta mindegyiket. Igen. Az Asimov Alapítványnak világ legátláthatóbb civil szervezete lettünk, föl tudtok menni az internetre, és megnézitek, hogy például ma miért nem kell fizetni, mert eddig már annyit fizettetek, hogy abból kijön a mai esemény. Aztán szeretnénk köszönni a Műszinek, aki igazándiból tök jól mellénk állt, meg segített egy csomószor, meg helyet ad egyébként a havi eseményeknek. Aztán szeretnénk köszönetet mondani a Pecsakucsanájtnak, akivel tök jó bulikat tudunk szervezni, és tényleg zseniálisak. Ja igen, és még szeretnénk köszönetet mondani az EPAM-nak, aki 8 éve minden születésnapon küld egy tortát a Budapest New Technology Meetupnak, és ez a torta, ez már ott van, és hamarosan fel fogjuk vágni, és egyetek belőle. Plusz, nem csak hogy tortázás lesz, de hogy a székek elkerülnek, miközben próbálunk enni, úgyhogy maradjatok, bulizzunk, mondjuk hajnalig. Köszönjük szépen! Köszönjük!